szépen! Következik tehát a kozáltatény, azaz tanácsadó rovatunk. A mai alkalommal meg fogjuk önöket tanítani arra, hogy hogyan kell gitározni. Gitározni egyébként mindenki tud. Gitározni azért tud mindenki, erről elsősorban a gitár felépítése. Tehát a gitár ugyanis egy akkord. Egy akkord, ami damilok segítségével rá van szerelve egy turnér dobozra. Na most, hogyha meg is mutatom, hogyha az ember ezt az akkordot megpengeti, ez már zene. Most ezt kimondja meg, hogy ez ilyen zene, jó zene vagy rossz zene. Most, hogyha a gitárnak ezt a nyeles végét megfogjuk, és így a magos kiképzés át bedugjuk ide magunkat, akkor már is a gitáros pozíciót fehet venni. Akkor átvehetjük az alaptípusokat. Ezik ugye történet ilyen. Az első alaptípus az a blues. Na most hát ennek a század elejé Memphis-i bluesnak lényege a szomorúság. Érdemes ehhez esetleg egy esetlen testtartást felvenni, és hát ezt a műfaj egyébként angol nyelven kell énekelni, de nem kell aggódni, nem kell ezt tudni angolul, ugyanis az Oh Baby, a Railway Station, a Suitcase, illetve a Fat Mama műfajzések, vagy néhány esetben a Whisky is, ennek a randozált ismételgetéséből össze lehet hozni egy blues számot. Csak annyit csinálunk, hogy... Oh, Fat Mama! Railway Station Blues. Oh, Fat Mama. Whiskey Railway Station. Oh, Fat Mama. Oh, little suitcase. Oh, look at Fat Mama Blues. És hálás vagyok a Beatlesnek, mert én akkor kezdtem el gitáros tanulni, amikor azt meghallottam, hogy van egy dal, ami úgy kezdődik. It's been hard. És mondom én magamnak, ez egy ugye világsláger. Ebben, ha ez benne van, csak ennyi. Most, hogy az az egyez léke? Hát most ki mondja, én nekem az a rész tetszik. Engem az ihletett meg, hogy menjünk tovább ténetileg. Valahol a Memphis tájéken edesztetjük ugye a rock and roll kialakulását is. Az már egy sokkal nehezebb műfaj, de nem kell megijedni. Ugyanis a rock and rollt azt fehérre megcsinálták azzal a céllal, hogy ők is olyan népszerűek akarnak lenni, mint az öreg bluesosok, de nem kívánnak annyira tanulni gitározni. Ezért a dolgot egyszerűsítették, kell bele. Azt úgy csináljuk, hogy az ember ernyeszti az alsó állkapcsát. Érdemes egyébként ezt otthon úgy korolni, hogy... Higgyék el, hogy én nagyon sok... Nem fog ez olyan könnyen menni. Én nagyon sokat gyakoroltam, ha kilazítja az ember, és akkor annak van egy ilyen 1 mm-es kis induló mozgás, és kileng jobbra-balra. És akkor ehhez lehet... De ez még nem elég, mert ugye a rock and roll gitározásnak zeneig a lényege, a szexualitás, ugye a szexuális lábmozgás, a csípőmozgás, Elvis Presley is ezt nagyon jól csinálta, akinek egyébként mindig ott volt a gitár a kezébe, már esküszöm, soha nem láttam, hogy valamit csinált volna vele. A lényeg az, hogy innen balról irányba tengelyszerűen és hallikusan mozgjuk a gitárt, és ezzel a rajongó lányokra hatunk. Egy picit esetleg így mi is hajolhatunk, és akkor jönhet a lábmozgás, figyelem, a wahaha. Hú, az is a menet. És ha azt hiszik, hogy hülyék vagyunk, mert hát nem, bocsánat, nem egy hülye az, aki csinál. Nem dőlünk be ennek. Ez kőkemény jampetság. Ez a társadalomra való fittyet hányás. Lassan közeledünk a jelenhez, úgyhogy térjünk át a következő műfa, ami egyébként az én szívemhez igen közel áll, jazznek hívják, de számos téhit
övezi ezt a műfajt, és ezeket a tévhiteket kihasználva gyakorlatilag 4-5 perc alatt komoly jazzgitárossal képezhetjük ki magunkat. Tehát a jazzgitározás lényege, hogy valamilyen módon elérjük azt, mikor még a kezünkbe vettük, a közönség már tapsol. Hiszen mi ismert jazzművészek vagyunk, hogy ne tapsoljon a közönség, amikor fölállunk a pódiumra. Ez most már elnézés, de ez egy kicsit a Gitározó Medve című cirkuszi számra kezdett el hasonlítani. Ez ugye egy erősen technika függő műfaj, lévén ez egy elektromos gitár, ezért itt hosszú időt el lehet tenni azzal, hogy... Gyerekek, tegyetek rá egy kis szűrőt, még a zene. Jó esetben van hozzá ugye egy zenekarunk is, amelyik a háttér... És már ezek közben a lehúzások közben előkészíthetjük a szólónak a teret. A legfontosabb dolog a szólón, a legfontosabb része az arc, hogy milyen arcot várunk a szólónak. Már amikor csúsztatgatjuk, én ezt javaslom. Én legalábbis ezt van szeretni. Mert ez olyan nagyon nagy jel, óriási a muzsika. A jazzzenészek nyögetnek is közben. Na de aztán elérkezik a várt szóló. Itt nagyon karának és keménynek kell lenni. Ha egy pillanatra is belemegyünk abba, hogy valami összefüggőt játszunk, akkor nem tudunk kijönni belőle, akkor elvág. Nekünk ugye stílust kell teremteni, tehát rögtön azzal kell kezdeni.